extrém száraz körülmények között, tehát mikor egy késő nyári vetést alkalmazunk, vagy egy késő nyári vetést kell megvalósítanunk, ugye szépen vissza tudja zárni a zárókerék a megnyitott barázdát. Ugye a kökelénk mindig is a redukált talajművelésnek a gépeitben látta a megváltást, a megfejtést. Gyakorlatilag 1955 óta ők töretlenül kitartanak az álláspont mellett, és az idő őket igazolja, látjuk a szélsőségek szorítását. Amire érdemes odafigyelni, minél nagyobb erőgépünk van, annál jobban növelni kell a felfekvő felületet, hiszen minél erősebb az erőgép, annál nagyobb lesz a tömege is, annál nagyobb lesz a talajra való hatása is, tehát ezt minden esetben csökkenteni kell. Költséghatékonyság és talajvédelem, ez volt a két fő téma a KITE ZRT hajdúböszörményi rendezvényén. A Hektár Vlog legfrissebb adásában többek közt a John Deere 750A direktvetőgépet is bemutatom nektek, de szó lesz majd a kökkerling sekély művelési megoldásairól is. Gribek Dani vagyok, tartsatok velem! Tomi itt a mai bemutatón 2+1 témát dolgoztatok fel, ugye az energiahatékonysággal, a talajvédelemmel, valamint ugye a precíziós gazdálkodással foglalkoztatok, de hát ha őszinték akarunk lenni, akkor ideális a történet, hogyha ez a három, ez egy. De most mégis így az energiahatékonyság kapcsán kérdeznélek téged, hogy milyen tippeket adtatok a gazdálkodóknak, mire kell figyelni, és aztán majd a kollégákkal megbeszéljük a talajművelés kérdését, meg a direktvetést is. De például itt állunk egy pótsúlynál, nem véletlenül. Így van. Hát, hogyha energiahatékonyságról beszélünk, nyilván, ugye említetted a talajművelést, nyilván akkor tudjuk a legtöbb energiát megspórolni, ha minél kevesebbszer megyünk ki a táblára, minél kevesebb művelettel készítjük elő az adott szántóföldi növénynek. Illetve, hogyha már valamivel kimegyünk, azzal úgy menjünk ki, hogy a lehető leghatékonyabban üzemeltessük mind a munkagépünket, mind pedig az erőgépünket, és itt nem elhanyagolható, hogy a pótsúlyozás is a gumiabroncsnyomás, illetve a gumiabroncsozás járó szerkezetnek a kérdése. Mire érdemes figyelni mondjuk a pótsúlyozás esetében? Csak annyit tegyünk fel, amennyi feltétlenül szükséges, nyilván ez a talajállapot függvényében, de üzemeltetési szempontból nyilván az a cél, hogy a lehető leghatékonyabban, a legkisebb energiafelhasználással, vagy mondjuk azt, hogy üzemanyag felhasználással vontassuk az adott munkagépet. Mi műszaki szempontból egyébként három csoportra osztjuk ezt a pótsúlyozást, hogyha nehéz talajművelésről beszélünk, nevezzük nevén is, lazítózunk, nehéz szántóföldi kultivátort üzemeltetünk, ezeket jellemzően ilyen 7-9 km per órás sebességgel szoktuk használni, ez ilyenkor jellemzően nagy vonóerő igény ébred, és ahhoz, hogy ezt a nagy vonóerőt, ugye ez a traktor ki tudja fejteni, feltétlen szükség van pótsúlyozásra, ilyenkor ahhoz, hogy elérjük ezt az 50 kg per lóerő arányt, pótsúlyokat szerelünk fel. Pótsúlyok típusai lehet ugye melső súly, ezek általában táskasúlyok vagy tömbsúlyok, ez vagy súlytartóra, vagy melső függesztésre szoktuk ugye felszerelni, illetve hátsó keréksúlyokról beszélhetünk, igazából ezeknél az erőgépeknél. A következő pótsúlyozási kategóriánk az úgynevezett 45 kg per lóerős pótsúlyozás, ez általában a középmély műveléshez szoktuk alkalmazni, ez jellemzően egyébként körülbelül ilyen 9 km per órától 11 km per óráig szokott megfelelő lenni, ilyenkor kevesebb pótsúlyt szoktunk alkalmazni. Pótsúlyozás lényege, hogy elérjük az optimális slippet, ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy körülbelül 8-13%-os slipérték az, ami elfogadható egy ilyen normál szántóföldi munkáknál, ez kerekes traktorokra jellemző, hevederes járószerkezetű traktoroknál ez az érték, ez valamivel alacsonyabb, ez ilyen 2-5%, ami gyakorlatilag elfogadott. Ez általában ugye a gyakorlati tapasztalatok alapján jön ki, tehát nem jó a túl alacsony slip se, meg nyilván a túl magas slip se. A túl alacsony slipnél általában nagy a gördülési ellenállás, ezért nem hatékony a vontatás. Hogyha túl magas a slip, akkor meg ugye nagyon nagy a kerékcsúszás, és ezért nem hatékony a munkaeszköz vosztatása. Így szántóföldön mondjuk az, hogy egy picit puhább talajon, körülbelül ez a 8-13%, ami ideálisnak mondható.
És visszatérve a pócsúlyozási értékekre, ugye a közép pócsúlyozást megbeszéltük, a legalacsonyabb az ugye a 40 kg per lóerő, ezt nem minden traktor esetében tudjuk elérni, általában a traktorok az önsúlyuknál fogva ilyen 42 kg per lóerő aránytól indulnak. Ez azt szokta jelenteni a gyakorlatban, hogyha könnyű szántóföldi munkát végzünk, legyen az vetés, növényvédelem, szántóföldi könnyű kultivátorok, magágykészítők, rövidtárcsáknak az üzemeltetése, ami 11 km per óra fölött van, ott minden pócsúlyt érdemes eltávolítani a traktorról, hiszen csak fölösleges gördülési ellenállást okoz a traktornál. Ez akkor azt jelenti, hogy amellett, hogy energiahatékonyságról beszélünk, azért a talajvédelem oldaláról is érdemes odafigyelni, hogy mikor hagyjuk fent a pócsúlyt, vagy mikor szereljük le. De hogyha talajvédelem és energiahatékonyság együtt, akkor ugye mögötted ugye félig neki támaszkodva itt van a gumi. Hát ez azért egy nagyon sarkalatos pontja mind az energiahatékonyságnak, mind a talajvédelemnek. Az első hiba, amit el szoktak követni a gazdálkodók, az, hogy például tavasszal vagy ősszel is magágykészítési munkákkor fönnfelejtik a pócsúlyt. Ez ilyenkor ugye már a megművelt talajon azért jelentős taposási kárt tud okozni. Tehát ilyen összefüggése van egyébként a pócsúlyozásnak és a talajállapotnak. És ami jobban összefüggésben van a talajállapottal, az nyilvánvalóan a gumiabroncsozás, de a gumiabroncsozásnak is nagyon fontos hatása a vontatási hatékonyságra. Ugye, mint ismert, a John Deere-nál különböző járószerkezeti megoldások vannak. Ugye elsősorban ugye a gumiabroncsos traktorokra van ugye nagyobb kereslet, ugye ez az elterjedtebb, de ugye a nagyobb típusoknál, például itt a 8R-es típusoknál is ugye van már kétfajta hevederes változat, illetve a 9R-es változatok is készülnek mind két hevederes, mind négy hevederes változatban. Nyilván ott a geometriai méretek miatt már nem tudunk akkora felfekvő felületet biztosítani gumiabroncsal, ami még mondhatjuk azt, hogy itt az európai közutakon megfelelően tud dolgozni, illetve a hevedernek ugye egyéb más jelentős jó tulajdonsága is van, ugye például nedvesebb időben jóval talajkímélőbb tud lenni a gumiabroncsnál. Viszont a gumiabroncsokat se hanyagoljuk el, hiszen a gumiabroncs technológia is nagyon előre jár, és a gumiabroncsozással és a megfelelő gumiabroncs nyomással is már közel olyan nyomásértékeket el tudunk érni, talajnyomásértékeket, mint a hevederes járószerkezetű gépeknél. Ugye különböző gumiabroncs típusok ismertek, ugye általában szélesség átmérő, az, ami változni szokott a különböző erőgépeknél, amire érdemes odafigyelni, minél nagyobb erőgépünk van, annál jobban növelni kell a felfekvő felületet, hiszen minél erősebb az erőgép, annál nagyobb lesz a tömege is, annál nagyobb lesz a talajra való hatása is, tehát ezt minden esetben csökkenteni kell. Magyarul, hogyha jó abroncsozzuk a traktort, egy kis traktornak is azonos lesz a talajnyomása, meg egy nagy traktornak is. Ugye gumiabroncs változatokról beszélhetünk, ugye vannak a standard radiál abroncsozások, ezek a legelterjedtebb egyébként itt a mezőgazdasági erőgépeknél, és ugye a nagyobb erőgépeknél megjelentek az IF, illetve a VF gumiabroncsozások, ezek 20, illetve 40%-kal nagyobb terhelést képesek elviselni azonos nyomásérték mellett. Magyarul nem feltétlenül kell a gumiabroncsnak a geometriai méretét növelni, hanem csak a nyomás változtatásával hasonló felfekvő felületet tudunk elérni, mondjuk egy szélesebb standard radiál abroncsal. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag laposabb lesz a laposabb tud lenni a gumi, hogyha így van, mondhatjuk azt, hogy jobban terhelhető a gumi, tehát nagyobbat tud terülni magyarul a gumi köpeny. Nagyobb lesz a felfekvő felete egy ugyanolyan geometriai méretű IF vagy VF abroncsnak, mint egy normál radiál abroncsnak azonos terhelés mellett. Felfekvő felület növelésének ugye a másik lehetséges változata az az ikerkerék használata. Ugye ebből is többfajta verzió létezik, ugye tavasszal léteznek az úgynevezett sorközjáró ikerkerekek, de normál szántóföldi műveléskor általában a normál alapból mondjuk azt, hogy standard radiál abroncs ikerkerekekről beszélhetünk. Ikrezésből egyébként többfajta változat van, van a normál csatos ikerkerekezés, illetve van az úgynevezett tengelycsonkos ikerkerekezés. A csatos ikerkerekezést általában csak a felfekvő felett növelésére szoktuk használni, általában tavasszal szoktuk ajánlani, míg a tengelycsonkos ikerkerekezés ugyanúgy jó tavasszal is, de ősszel a nehéz szántóföldi munkáknál, ahol nagyobb az igénybevétele mind a traktornak, mind a kerekezésének, mind a gumiabroncsnak, a jobb
tengely agy, illetve a jobb felni kerékagy kapcsolat miatt sokkal jobban ajánlható a nehéz szántóföldi munkákra. Ugye itt sok mindent beszéltünk a gumiabroncsokról, de hát ugye itt a nyomást azt nemhogy lehet, kellene is minden esetben csökkenteni, illetve növelni. Igazából a gumiabroncs nyomását a tengelyterhelés határozza meg. Azt elfelejtettem mondani, hogy akkor választunk jól gumiabroncsot, illetve akkor súlyozzuk jól a traktort, hogyha a kettőt gyakorlatilag összehangoljuk. Mire gondolok? Hogyha van egy adott erőgépünk, ez például egy 650-es melső gumiabroncsal van szerelve, hátul pedig egy 900-as IFS gumiabroncsal van szerelve, meg kell vizsgálnunk a kerekeknek az egymáshoz viszonyított arányát, ez egyébként 35-65%-ba oszlik meg, ezzel relatíve utalok az abroncsnak a felfekvő felületére, és ugye gumiabroncsozásnál, illetve pócsúlyozásnál az az elsődleges cél, hogy az egységnyi felületre jutó erő az nagyjából azonos legyen, hogy minél hatékonyabb legyen a vontatás. Tehát nem jó az, hogyha ugye hátul például relatíve megnövelem a felfekvő felületet, de az orrát súlyozom a traktornak, és ugyanennek a fordítottja se igaz, hanem az adott gumiabroncsozáshoz kell beállítani a traktornak a súly eloszlását. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy számításba vesszük a munkagépnek a súlypont áthelyeződését, mert a munkagép ugye miközben húzza a traktor, átbillenti a traktor súlypontját, növeli a hátsó tengely terhelését, és csökkenti a melső tengely terhelését, azaz más lesz a dinamikus tengely terhelés, mint a statikus. Ehhez a tengelyterhelési értékhez, azaz a dinamikus tengelyterhelési értékhez kell beállítani a gumiabroncsoknak a nyomását is. Ezt nyilván először mérni kell, majd utána egy százalékos számítással át kell számolni, és a gumiabroncs gyártónak a katalógusából ki kell nézni az adott szántóföldi sebességhez megfelelő nyomásértéket. A legjobb nyomás nyilván a minél alacsonyabb, mert minél alacsonyabb nyomással dolgozunk, annál jobban terül az abroncs, annál nagyobb lesz a felfekvő felület, annál nagyobb a vontatás hatékonysága, és annál kisebb a talajtömörítő hatása az erőgépnek. Azonban azért vannak határok, hiszen a belső nyomás az nem csak a talajtömörítése ad, hanem ez a belső nyomás feszíti rá az abroncs, tehát a gumiabroncsnak a felnyére is magát a gumiabroncsot, tehát egy bizonyos nyomás alá gyakorlatilag nem tudunk menni. Ez a lélektani határ, ez nagyjából ez a 0,7-0,8 bar szokott lenni nagy terhelésű szántóföldi munkáknál. Könnyű munkáknál egyébként le lehet menni akár ilyen 0,6 bárig is, tehát törekedni kell a minél alacsonyabb nyomás értékre. Ugye a harmadik témánk az a erőgép és a munkagép kapcsolata, hogy ez hol jelenik meg az energiahatékonyságban? Hát alapvetően már úgy kellene pócsúlyoznunk, illetve gumiabroncsoznunk is az erőgépet, illetve úgy kell kiválasztanunk az erőgép méretét, hogy megnézzük, hogy milyen munkagépet szeretnénk üzemeltetni. Itt kérdés, hogy nyilván melyik. Hát igen, ez ugye egy logikai kérdés. Választunk munkagépet, vagy munkagéphez választunk erőgépet. Nyilván egy adott munkagépnek a gyakorlati tapasztalatok alapján van azért egy ilyen mérvadó értéke, hogy körülbelül mennyi, hogy hány lóerős, mekkora teljesítményű traktorral lehet üzemeltetni. Ugye jelen esetben itt az erőgépünk mögött egy nehéz szántóföldi kultivátor van. Ez nyilván a munkamélység függvényében ilyen 60-80 lóerő per méter szokott lenni a teljesítmény igénye. Az is hibás teória, hogy túlzottan nagy traktorral túl pici munkagépet húzunk, például egy 410 lóerős traktorral elég gazdaságtalan üzemeltetni egy 5 méteres rövidtárcsát, nem beszélve a fölösleges talajtömörítésről, és ugye van a másik véglet, hogyha a túl pici traktorhoz túl nagy munkagépet húzunk, az nyilván nem felkül a megfelelő hatékonysága, folyamatosan erőlködni fog, folyamatosan slippelni fog a traktor, szintén nem fogja tudni megfelelő hatékonysággal üzemeltetni az adott munkagépet. És most már, hogyha szóba kerültek a munkagépek, akkor megnézzük, hogy mit ajánlottatok a mai gépbemutatón, mondjuk sekély művelés témakörben. Sanyi, Tomival nagyon sok mindent átbeszéltünk az energiahatékonyság kapcsán, ami keresztül már ugye belekóstoltunk a talajvédelemben és a csökkentett talajművelésbe is.
és beszéltünk többek között a munkagép erőgép kapcsolatról is, és hát most itt van például az egyik olyan kökkerling eszköz, amit ma bemutattatok, mert hogy a sekély művelés volt az egyik témakör, ugye itt Hajdúböszörményben. Így van, Dani, köszöntelek én is téged. Egy evolúciónak a következő fázisát próbáltuk ebbe a gépbe prezentálni, hogy a kökkerling mindig is a redukált talajművelésnek a gépeiben látta a megváltást, a megfejtést. Gyakorlatilag 1955 óta ők töretlenül kitartanak az álláspont mellett, és az idő őket igazolja, látjuk a szélsőségek szorítását, látjuk a talajvédelemnek a fontos kérdéseit, ugye az eróziót, a szél okozta hatásokat, amely nyilván kiteljesedtek ugye a túlművelésből fakadóan, és a flatline, ugye a hivatalos neve ennek a szerkezetnek, ugye a flatline az az eszköze a kökkerlingnek, amely igazi ultrasekély művelést el tudja végezni, ugye a tarlóhántás alkalmával. Ugye 2-3 centis munkamélységre képes a gép, ugye ennek a segédeszköze ugye a vágókéses henger első körben, amely gondoskodik arról, hogy a számaradványok ne okozzanak további problémát a gép belső részeiben, ugye a kapaszekciók között. Ha néhány nyers paramétert használtak, ugye 360 mm-es átmérő 6 darab spirál alakú kés végzi ugye ezt az aprító tevékenységet, ugye egyrészt a számaradványnak a előbb említett problémáját hivatott megoldani, illetve a másik ilyen dolog, ugye a kártevőknek a komfortzónáját egy picikét megzavarja, és talán jobban boldogulunk velük. Igazi all-render, tehát igazi mindenes, hogy olyannyira, hogy nem csak tarlóápolási munkákat tudjuk elvégezni, hanem képes arra ezekkel a perem feltételekkel, hogy akár egy zúzatlan napraforgó tarlóból magágyat készítsen, és itt ugye megint kihagytunk néhány lépést. A fölösleges talajkínzásból, talajgyötrésből, talajmozgatásból, úgyhogy mi bizton kínáljuk ezt a szerszámot a kedves felhasználóknak. Ugye más eszközt is bemutattatok a mai napon, ők, hogyha tényleg egy ilyen sekélyebb művelést nézzünk, a különböző gépek mit tudnak? Igen, gyakorlatilag ugye a Revel Classic T rövid tárcsa sorozat volt az a gép, amelyet a sekély művelő gépek közé tudnánk sorolni. Jelen kiszerelésében, hogy bemutatón láthattunk, ugye nem szereltük föl rá a vágók is, a senget szintén el. De arra is kapható? Arra is kapható, ugyanezzel a megoldással, illetve ahogy a flatline esetében cserélhető. Tehát ha valaki mégiscsak a konvekció világában mozog, akkor tudja alkalmazni mint alapművelés elmunkáló szerszámnak is egyaránt, mint pedig tarlóhántó szerszámnak. Nyilván a rövid tárcsa ugye a számaradványokkal egy picikét intenzívebben elboldogul. Gyakorlatilag felépítését tekintve ugye nagyobb munkaszélességben tudom használni, de a talaj szempontjából mégiscsak egy kíméletesebb megoldás a kapásrendszerű gép. Ez nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy és ez most talán tendencia, hogy főleg a 2022-es nagyon asszályos év miatt azért a gazdálkodók elkezdtek érdeklődni a mintil, adott esetben a no-till irányába is, bár ugye ott talajművelésről nem beszélünk, de hogy nagyon sokan, akik ezzel elindulnának, mondjuk egy-két táblán próbálják meg, ott állítják át mondjuk a csökkentett művelésre a területüket, de ez azt is jelenti, hogy a többi táblán ugyanúgy akarnak még gazdálkodni hagyományos módon, legyen ez a szántástól a klasszikus forgatás nélküli művelésig. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket az eszközöket, mondjuk akár amit itt látunk, kultivátort, mind a kettőre lehet használni? Minden további nélkül én úgy gondolom, hogy egész nyugodtan megtalál helyét itt is, ott is. Nyilván ugye a kitekereskedő cég mindenek előtt, viszont elvitatatlan az, hogy az elmúlt 50 esztendőben mindig próbáltuk a megújulást, az új technológiákat bemutatni ugye a kedves magyarországi partnerek számára. Így vagyunk ezzel jelen esetben is, de természetesen azt nem vetjük el azt a jogát a kedves gazdálkodónak, hogyha ragaszkodik a konvenciókhoz, akkor azt megtegye, de segítenünk kell ugye a gépkínálatban őket is. Egyébként az előadásban is talán hallhattad, én elmondtam azt, hogy ez a jó módszertan, amit említettél, próbálkozni kell, meg kell nézni azt, hogy az adott talajkörülmények között, az adott kultúrában mi az, ami igazából nekem a legjobb, ami a legjobban működik, és nyilván ennek kiváló lehetősége egy géppróbálás, kiváló lehetősége egy szántóföldi bemutató, de nyilván, mint egy rendszer, nem tudunk és nem is akarunk amellett elmenni, hogy oda menjünk, megpróbáljuk, és ugye az okos gazda kihasznál ezt a lehetőséget, tapasztalatot tud szerezni, és össze tudja hasonlítani egyik és másik technológiai módszert, hiszen azt tudjuk, hogy talajművelésben nincs olyan
olyan, ami Jolly Joker, mert minden talajtípusnak és minden időszaknak megvan maga technológiai igénye, amit ugye néha változtatni is kell, de meg kell találni lehetőségünk szerint a legjobbat. Na hát akkor most arra leszek még kíváncsi, hogy vetés és azon belül direktvetés szempontjából mi az, amit majd a Kite a legjobbként ajánlotta mai napon. Rendben. István, itt állunk a John Deere direkt vetőgépe mellett. Pontosabban egy olyan vetőgép mellett, ami direkt vetésre is alkalmas, talán így a jó megfogalmazás, ugye? Így van, ez a John Deere-nak a 750A névre hallgató sűrűsoros vetőgépe, ami azért is direkt vetőgép, mert egy elég robosztus szerkezete van, és egy kompakt kialakítású. Nézzük meg, hogy mi az, ami miatt tényleg alkalmas direktvetésre. Mik is azok a részegységei a gépnek, amik ugye ezt a direktvetés lehetővé teszik, ugye elsősorban is maga a vetőgépnek a tömege. Tehát, hogyha ránézünk a vetőgépre, látjuk, hogy azért elég robosztus, masszív vázzal van felépítve, az elrendezése is, ugye közvetlen a váz és a magtartály alatt helyezkednek el a nyitócsoroszák, és ugye a vetőegységek. Emiatt is tudja azt a vetőgép elérni, hogy extrém nagy, akár 250 kg per vetőegységes talajnyomás fokozással tudjuk magukat, vagy talajnyomással tudjuk ezeket a egytárcsás nyitócsoroszjákat ugye a földbe préselni. Ugye ez az arra lehetőséget, hogy egy direkt vetésre, tehát egy kemény tarlóba is, vagy akár ugye egy kemény talajviszony mellett is könnyedén tudjunk vele boldogulni. És akkor nézzük meg a kicsit részletesebben, hogy a vetőegységeket? Mi van itt a vetőegységnél? Egy ilyen 6 méteres vetőgép egyébként 36 darab sorból áll. Ezek a sorok 16,7 cm-re helyezkednek el egymástól, tehát 16,7 cm-es sortávú maga a vetőgép. És mitől más ez, mint egy hagyományos sűrűsoros vetőgép? Ugye, mint látjuk, egy tárcsás nyitócsoroszjánk van, és ez az egy tárcsa is minimálisan van megdöntve. Ez azért jó, mert ugye a kis dőlésszöge miatt kicsi maga a talaj bolygatása is, ez az egyik előnye. Ugye a másik az, hogy ezáltal a vonóerő igénye is csökken. Egy ilyen 6 méteres vetőgép, ez egyébként egy olyan 150 és 190 lóerő közötti traktort szoktunk ajánlani. Továbbá ugye ez az egy tárcsa, ez hogy ugye minimálisan bolygatja a földet magárok megnyitásakor, extrém száraz körülmények között, tehát mikor egy késő nyári vetést alkalmazunk, vagy egy késő nyári vetést kell megvalósítanunk, ugye szépen vissza tudja zárni a zárókerék a megnyitott barázdát. És hogy is épül fel maga ez a vetőegység, ugye a nyitócsoroszjáról beszéltem, annyiban más ez ugye a standard sűrűsoros vetőgépektől, mondjuk egy 740A vetőgéptől, hogy itt a nyitócsoroszját közvetlen egy magnyomókerék követi. Ez a magnyomókerék, ez több pozícióban állítható, tehát maga a magnyomókeréknek a feszítését is ugye több pozícióba tudjuk állítani. Ennek a magnyomókeréknek az a funkciója egyébként, hogy minél jobban kialakítsa azt a vetőmag-talaj kapcsolatot, ami a csirázáshoz szükséges, és ugye ne legyen egy levegős vetésünk, tehát ne maradjon levegő a talaj és a vetőmagunk között. És a mag nyomókereket közvetlen egy takarókerék, egy zárókerék követi, ami ugyancsak eltér a hagyományosaktól, mivel egy öntvény anyagú és egy nagyobb súlyú. Ugye maga a döntése is egy agresszívebb magárok zárást jelent, és ennek a zárókeréknek is ugye rugós feszítés ellenében lehet a feszítését változtatni. Azért célszerű ez az öntvény zárókerék, mivel ezt is mikor például egy görcsösebb talajba, vagy egy extrémebb száraz talajba vetünk, akkor ugye ez a zárókerék minden körülmény között vissza tudja azt a megnyitott barázdát zárni, és nem marad nyitott a vetés. Itt beszéltünk az egész vlogban energiahatékonyságról és talajvédelemről, és hát a precíziós gazdálkodás, illetve a különböző okos megoldások, vagy intelligens megoldások, ezek akkor igazán hatékonyak, és akkor igazán jók, hogyha ezt a másik két témakört megtámogatják.
Így van. Ez is egy precíziós vetőgép, amiatt is precíziós vetőgép, és ugye egy izobuszos vetőgép, mert ugye kijelzőn keresztül akár egy előírás térképet is meg tudunk vele valósítani, tehát alkalmas a differenciált vetőmag kijuttatásra előírás térkép alapján. Továbbá a traktorunk, amennyiben egy prémium traktor és fel van szerelve ugye a precíziós gazdálkodásnak az egységeivel, ugye itt a John Deere-nál értem itt a RTK-t, a műholdvevő antennát, a kijelzőt, ami kompletten a vetőgépnek a vezérlését végzi, és a szükséges alkalmazások, ugye mondjuk itt egy automata kormányzás, akkor ezek segítségével tudjuk azt valósítani, hogy átfedés és kihagyásmentes munkát végezzünk el ugye a gépkapcsolatunkkal, ezáltal ugye minél hatékonyabban kihasználjuk azt a munkaszélességet, ami a rendelkezésünkre áll, és ezáltal is visszautalva ugye az energiahatékonyságra, feleslegesen ne égessük az üzemanyagot. És a John Deere-nak ugye a átfedés és kihagyásmentes megoldásai mellett még a távdiagnosztikai rendszere is kiemelendő, ugye ez a GD-Link rendszer, ami segítségével jól be tudjuk azt lőni, hogy az erőgéphez milyen munkagépet társítsunk, tehát látjuk azt, hogy az erőgép az adott munkagéppel mennyire van leterhelve, továbbá ugye van egy expert alert meghibásodás előrejelző funkciója is ennek a John Deere terméknek, tehát ezzel pedig ugye a meghibásodásokat tudjuk megelőzni, és még jobb gépkihasználtságot megvalósítani. Ezzel pedig akkor gyakorlatilag vissza is értünk a vlogunknak az elejére, mert hogy itt Bellai Tomi már beszélt ugye az erőgép és a munkagép kapcsolat fontosságára, úgyhogy István, köszönöm szépen! Szívesen!